itt, hogy az Úttesten ne tartózkodjunk. Van itt két kijelölt rendezőnk, ő erre figyel. A közelmúltban történt Réfülöpön. Szerintem a videókat láttátok a Facebookon. Egy 70 éves házaspárt raktak ki úgy az utcára, hogy ott is valami okirat hamisítás folytán a Wim Faktor tulajdonjogot szerzett az ingatlanon, és egy 4 milliós devizahitel miatt egy 40 milliós ingatlant eladtak 6 millió 800 ezer forintért, és ezért kellett a 70 éves házaspárnak az utcára kerülni. Közben elindultak a feljelentések, és kiderült, hogy az ügyészség kikéri a bíróságtól az ügyel folyamatos iratokat, és a bírósági Lajstrom könyvben szereplő 2-től 24-es számozásig lévő iratok még a bíróságon sincsenek meg, amikből kideríthető az, hogy mikor, hol és ki követett el okirat hamisítást abban az ügyben, hogy a tulajdoni lapon megváltoztak a tulajdonosi viszonyok. Hát Réfülöpben már a rendőrök rémei lettünk, pedig nem szerettünk volna velük együttműködni. Csak hát ugye eljárás közben olyan eljárásbeli hibákat vétettek, amiket nem tudunk figyelmen hagyni, és mindenféleképpen panaszt tettünk ellene. Itt van a kollégám, aki most is filmez, mindenféle felszólítás nélkül úgy neki csapták a falnak, elvették a telefonját, és letörölték. Hozzányúltak a saját eszközeinkhez, és törölték az adatokat belőle. Szerencsére vannak köztünk olyanok, akik az ilyen törléseket helyre tudják állítani, úgyhogy sértetlenül visszahoztuk az anyagokat, az anyagok bizonyító erejűek, és megvannak. Ott én legalább 6-szor kértem a végrehajtót, hogy adja át a bírósági végzést, aminek alapján ő ott el akar járni. Ahogy ti nem kaptátok meg, én sem kaptam meg, de még a tulajdonos sem. És ennek ellenére utasította a rendőrséget, hogy távolítson el minket, védőket az ajtóból. Az eltávolítás az úgy történt, hogy kicsavarták a kezemet, azt sem mondták, hogy bakfigy. Mikor szóltam nekik, hogy fiúk, legalább 3 felszólítás, na akkor mondta, hogy meg volt a 3 felszólítás. De ez a videón tökéletesen látszik, hogy semmi nem történt. Utána megalázó módon bilincsben vezetve rángattak végig minket Tapolcán, elvittek az orvoshoz, hogy ők bebizonyítsák, hogy nem okoztak nekünk testi sérülést. Én nem törődtem vele, engem nem érdekelt, én minél hamarabb el akartam jönni ugye Tapolcáról, mert délután 4-re Sziget-Szent Miklóson volt egy a Kövér László ház előtt egy befejező demonstráció, és oda mindenképpen vissza akartunk érni. Viszont Willy barátomnak a bilincselés közben azért elég komoly sérüléseket okoztak, és erről két orvosi látlet is van, két különböző orvostól. Egyszerűen nem értjük a hozzáállást. Nem értjük, hogy miért és hogyan. Itt Budapesten azért azt tapasztaljuk, ha a rendőrség intézkedik, megpróbálják szabályosan csinálni, bemutatkoznak, elmondják az azonosító számukat, és megkérnek minket arra, amire úgy gondolják, hogy ők megkérhetnek minket. Mi úgy gondoljuk, hogy nem, de ugye hát a kérést az teljesíteni szokás. 3-szori után persze. Szóval a vidéki rendőrök még nem tudják ezt a gyakorlatot így, ahogy itt a pesti és Pest környéki rendőrök, de ha ez így megy tovább, akkor hát kénytelenek lesznek ők is megtanulni, mert ugye hát azért a törvény rájuk is vonatkozik, nekik is be kell tartani bizonyos szabályokat, és ha nem, hát azért ugye ők is ugye a vádlottak padjára ültethetők, még akkor is, hogyha azt szokták mondani, hogy egyik kutya nem harapja meg a másikat, hanem most fogja megharapni, majd akkor, amikor fordul a szél. Ugye a politikai széljárás az egy érdekes dolog, és ugye maga a politika az egy úri huncutság. Mi viszont nem politizálunk. Mi társadalompolitikát követünk a magyar nemzet érdekében, az ország felépülésének érdekében, a törvényesség jelent helyreállításában. Abban vagyunk érdekeltek mindannyian, mi civilek is, és a rendfenntartók is, hogy ez minél előbb megtörténjen, és mindenki térjen vissza saját civil életébe, és folytassa az építő jellegű munkát, ami a családjának, és
és az egész magyar társadalomnak a javára van. Én úgy látom, itt most csak feltételezem, hogy ez a lakás, ahol vagyunk. Így fölvettek egy devizahitelt. Viszont ki vannak cserélve a nyilvánzárók emberek? Ezt a devizahitelt ennek a lakásnak a felújítására költötték, és ha ezt erre költötték, akkor feltételezhetően a magyar nemzeti vagyont szaporították vele. Mert az én magántulajdonom, meg a te és a te magántulajdonod egységet képezve a magyar nemzet vagyona is. Miről beszélünk? A magyar nemzet vagyonára elköltött pénz miatt, amit uzsorakamatba helyeztek át, és fizethetetlenné vált a hitel, azért ma ezt a 92 éves nénit, aki még lakja ezt a lakást, ki akarják rakni az utcára. Szóval ok és okozati összefüggések vannak. Én biztos vagyok abban, hogy itt közülünk, akár civilben vagyunk, akár rendvédelmi ruhában, egy évvel ezelőtt 5000 forintért többet tudtam vásárolni a közértben, mint ma. El kell gondolkodni rajta, hogy ez miért van. Hát sajnos ez nagyon-nagyon szoros ok és okozati összefüggésben van a devizahiteles nyilvántartásos csalással. Ugyanis ebben a csalással beborították az egész lakosság fizetőképességét, de odáig jutottunk, hogy a magyar állam is belecsúszott ebbe a gödörbe, és a magyar állam fizetőképessége is inog. És odáig jutottunk, hogy a pénzoligarchák azt merik mondani, ha most mi bírósági úton a törvényeink alapján megnyerjük a pereket, és ezért tönkre mennek a bankok, akkor Magyarországon államcsőd lesz. Hát tisztelettel közlöm mindenkivel, hogy nem lesz államcsőd, mert ennek az ügynek az államcsődhez így ilyen formában semmi köze nincs. Ugyanis minden hitelfelvevő egy hitelezővel, egy bankkal áll magánszerződésben. Ezek a bankok külföldi tulajdonosú magánbankok. Ha a bank tönkre megy, akkor XY magánbankos fog tönkre menni. És nem a magyar állam. A magyar államra ez nem lesz ráhatása. Sőt, mi több, a nemzetközi pénzpiacon a deviza árfolyamokra sem lesz hatása, legalábbis negatívval biztos, hogy nem. Ez nem más, mint egy kis közgazdaságtan, bár én autószerelő vagyok, de van itt mellettem egy barátom, aki szintén józan paraszt észre tud számolni, és nagyon jól ki tudtuk számolni együtt, illetve nélkülem az András számításait ismerve, hogy semmi ilyen probléma Magyarországon nem fog következni. Tehát mi fog következni? Ha ezt az állaton állapotot meg tudjuk állítani, elindul a gazdaság újból, és akkor tényleg lehet majd mondani, hogy übörög a magyar gazdaság. Olyan sebességgel, hogy akár megint az élvonalba kerülhetünk. Olyan sebességgel, hogy a magyar dolgozó reálmunkabére el fogja érni legalábbis az ausztriai dolgozó reálmunkabérét, a magyar rendvédelmis dolgozók munkabére el fogja érni az osztrák rendvédelmis dolgozók munkabérét, fogunk tudni tisztességesen vásárolni az üzletekben, le fog lassulni a megélhetési bűnözés, és akkor mindenki végzi a tisztességes munkáját. Hát ez a jövő kell, hogy Magyarországra jöjjön, de ehhez ezt a rémálmot, amit a deviza hitel nyilvántartásba csomagoltak, ezt meg kell szüntetni. Ezt csak akkor tudjuk megszüntetni, ismétlem, ha rendvédelmi dolgozók a magyar nép mellé állnak. Nem úgy, mint most itt, hanem úgy, hogy azt mondják, hogy már pedig ide a végrehajtót én sem engedem be. Vagy pedig leszerelek, és átmegyek valami polgári foglalkozásba.